közeledik a húsvét. De a húsvét előtt történik egy olyan dolog, amit úgy hívunk, hogy a nagy hét. A nagy hét az a hét, ami húsvét előtt történik. De mitől olyan nagy az a nagy hét? Nézzük meg, hogy mi történik a nagy hét különböző napjain. Arra fogunk gondolni, hogy mire emlékezünk, hogy mi történt Jézus életében azon a héten, és hogyha elmegyünk a templomba, mit fogunk látni? Kezdjük a nagy hét első napjával, a virágvasárnappal. Mire emlékezünk? Virágvasárnap Jézus bevonult egy szamár hátán lovagolva Jeruzsálembe. Jeruzsálem az a nagy város, ami közel van Jézus lakóhelyéhez. Jeruzsálemben sok ember volt, sokan, akik szerették Jézust, és sokan, akik nem szerették őt. Akik szerették Jézust, azok pálma ágakkal integettek neki, és kiáltották, hogy hozsanna, köszöntötték úgy, mint egy királyt, mert ők tudták, hogy Jézus az égnek és a földnek a királya. Lerakták a pálma ágakat a szamár elé, hogy úgy vonulhasson be a Jeruzsálembe, mint egy király. Mit látunk, hogyha virág vasárnap elmegyünk a templomba? Azt látjuk, hogy a pap piros miseruhában van, és ő is bevonul a templomba kintről. Nem egy szamár hátán, de gyalog, de egy nagy bevonulás van. Ott mindjárt a templom bejáratánál meg fogja áldani ő is a pálma ágakat, és szétosztja az embereknek, hogy ők is gondoljanak arra, hogy mennyire szeretik és tisztelik Jézust, és úgy köszöntik őt, ahogy megérkezik a templomba. Sok ember a pálma ágakat így keresztbe szereti kötni. Mi más történik virágvasárnap? Mire emlékezünk? Arra emlékezünk, hogy mi minden történt ezen a nagy héten. Végighallgatjuk azt, hogy mi történt Jézussal virágvasárnaptól egészen a hétnek a végéig. Mit látunk a misén? Azt látjuk, hogy felnőttek, meg talán gyerekek felolvassák, vagy el is éneklik ezt a történetet, hogy mi történt Jézus életében a nagy héten. Ezt a történetet úgy hívjuk, hogy a passió. A passiót állva meghallgatjuk, hogy felolvassák, vagy eléneklik nekünk. Menjünk tovább. Csütörtökön van nagy csütörtök. Ilyenkor mire emlékezünk? Arra emlékezünk, hogy Jézus megmosta az apostolok lábait. Azért mosta meg Jézus az apostolok lábát, mert ezzel fejezte ki, hogy mennyire szereti őket, és szolgálni akarja őket. Mit látunk a templomba, hogyha elmegyünk nagy csütörtökön? Sokszor azt látjuk, hogy a pap kihív 12 embert, és nekik is megmossa a lábát. Miért 12-t? Mert az apostolok is 12-en voltak. És ez emlékeztet arra az alkalomra. A pap is szereti és szolgálja a híveit. Olyan akar lenni, mint Jézus. Mire emlékezünk még nagy csütörtökön? Arra emlékezünk, hogy Jézus összeült a tanítványaival, hogy vacsorázzon az úgynevezett utolsó vacsorán. Az utolsó vacsorán Jézus megtörte a kenyeret, felemelte és azt mondta, hogy vegyétek és egyétek, ez az én testem, mely értetek adatik. Aztán felemelte a kelyhet és azt mondta, hogy vegyétek és igyátok, ez az én vérem, mely értetek adatik. Mit látunk a templomba, hogyha elmegyünk nagy csütörtökön? Ott látjuk, mint ahogy minden misén, hogy a pap elmondja Jézus szavait. Ez az én testem, ez az én vérem. Az volt tulajdonképpen a világ első szent miséje, és ez a szent misének a születésnapja. Ezért olyan rendkívül fontos nagy csütörtökön a szent áldozás. Még mire emlékezünk nagy csütörtökön? Arra emlékezünk, hogy a vacsora után Jézus elment egyedül a Getsemáni kertbe, elment az apostolokkal, de ők elaludtak, és Jézus nagyon komolyan imádkozott, mert félt. Tudta, hogy keresztre fogják feszíteni. Jézus elhagyta azt a házat, ahol volt, és üresen hagyta. Mit látunk a templomba, amikor oda megyünk nagy csütörtökön? Azt látjuk, hogy a pap, ugyanúgy, ahogy Jézus elhagyja üresen azt a házat, a pap is
elkezdi leszedni a dolgokat, a terítőket, a gyertyákat, a könyveket az oltárról, és csak az abszolút minimum dolgot hagyja ott. Azt látjuk még a templomban, hogy nem halljuk a harangokat és a csengőket. A nagy csütörtöki mise elején elmennek a harangok és a csengők. Nem halljuk őket egészen húsvétig, a feltámadásig. Helyette ezt a kerepelőt használják a minisztráncsok. Ez fából van, és nagyon hangos, és ugyanakkor használják, mint amikor a mise előtt harangoznak, meg a mise alatt csengetnek. És a mise végén nem vonul ki a pap, hanem elviszi a mellékoltárhoz az oltári szentséget, és az ott marad. Utána sokáig ott maradhatunk imádkozni az oltári szentség előtt. Nagypénteken mire emlékezünk? Arra emlékezünk, hogy ez volt Jézus legnehezebb napja. Ezen a napon ment el a Kálváriára, arra a hegyre, ahol keresztre feszítették. Mit látunk, ha elmegyünk nagypénteken a templomba? Azt látjuk, hogy a nagypénteki esti szertartásnál a pap nagyon mélyen imádkozik. Amikor bemegy a liturgia elején, lefekszik, és nagyon mélyen imádkozik. Mit látunk, mire emlékezünk nagypénteken még, hogy Jézus felment erre a hegyre, és keresztre feszítették, és meg is halt. Mit látunk, ha elmegyünk templomba? Hát még az esti liturgia előtt sokszor elmegyünk keresztútra, hogy végig hallgassuk és végig imádkozzuk mindazt, amin Jézus is keresztül ment. Megtanuljuk újra és újra, hogy mi történt. Mit látunk még a templomban? A Szent Sírt is látjuk a templomban. Látjuk azt a szobrot, ami arra emlékeztetett, hogy Jézus ezen a napon halt meg. Mire emlékezünk még nagypénteken? Az egész kereszt halálára emlékezünk Jézusnak. Mit látunk a templomban ilyenkor? Megint úgy, mint virágvasárnap, vagy énekelve, vagy felolvasva meghallgatjuk az embereket, ahogy elmondják nekünk a passió történetét. Nagypénteken még mire emlékezünk? Arra emlékezünk, hogy Jézus az egész világot szereti. Isten az egész világot szereti. Mit látunk ilyenkor a templomban? Látjuk, hogy a pap elmond nagyon sok olyan könyörgő imát, ahol a világ minden tagjáért imádkozik. Azokért, akik hisznek Jézusban, és azokért, akik nem hisznek Jézusban. Mert Jézus mindenkiben hisz, és mindenkit szeret. Mindenkiért halt meg ezen a napon. Mire emlékezünk még nagypénteken? Arra emlékezünk, hogy Jézus a kereszten meghalt. Végig szenvedte azt a nagyon nehéz napot, miértünk és a mi bűneinkért. Mit látunk ilyenkor a templomban? Azt látjuk, hogy a pap is bevonul a templomba a szertartás közepén, és leleplezi ezt a keresztet. Azt látjuk, hogy utána meghív minket, hogy hódoljunk a kereszt előtt. Sokszor azt csináljuk, hogy meg is csókoljuk a keresztet. Mit látunk még ilyenkor a templomban? Hogy utána, bár nincs átváltoztatás, nem mondja el a pap azt, hogy ez az én testem és ez az én vérem, de engedi, hogy ott is áldozzunk meg. Nincs az átváltoztatás, mert Jézus most nincs ott. Jézus most nincs ott, csak az előre átváltoztatott oltári szentséget kapjuk, vesszük magunkhoz a szent áldozásnál. Nagy szombaton mire emlékezünk? Arra emlékezünk, hogy családaink készülnek a húsvétra. Mit látunk a templomban? Azt látjuk, hogy sokszor délben van ételszentelés. Azokat az ételeket szenteli meg a pap, amiket fogyasztani fogunk mi húsvétkor családainkkal. Mire emlékezünk? Arra emlékezünk, hogy Jézus a világ fénye. És mit látunk a templomban? Hát a nagyszombati feltámadási szentmise előtt a pap kint
egy rendkívül érdekes tüzet rak, azt meggyújtja, és imát mond fölötte. Az az új tűz, amiből gyújtja az új fényt. Ez a húsvéti gyertya, amit húsvétkor meggyújt a pap egy fontos imával. Ezt a gyertyát használja majd az év folyamán mindenféle másik misén, gyászmiséken, esküvőkön, különböző dolgokon. És utána ebből a lángból mindenki meggyújtja a saját kis gyertyáját, mert Jézus a világ fénye, és ezt a pap továbbadja mindannyiunknak, hogy vegyük magunkhoz Jézust. Utána pedig egy hosszú imát, az exultetet elmondja gyertyafénynél, ami a feltámadás előtti fontos ima. Ez egy nagyon régi ima, amit már 2000 éve mondanak. Mire emlékezünk még nagy szombaton? Arra emlékezünk, hogy a Szentírásban tanulhatunk Istenről és Jézusról. És ilyenkor nagy szombaton nagyon sok mindent hallunk és tanulunk Istenről és Jézusról. Mit látunk a templomban? Látjuk azt, hogy, mint minden misén, a felolvasó a Szentírásból felolvas. De a legtöbb misén csak 3 olvasmány van, itt körülbelül 7 olvasmány is lehet. De ez minden templomban egy kicsit más, de nagyon sok olvasmányt hallunk a nagyszombati szent misén. Visszajönnek azok a szavak, amiket nem használtunk most az elmúlt 40 nap alatt, például a Glória és az Alleluja. Ezeket nem mondtuk egész nagybőjt alatt. Visszajönnek a harangok és a csengők. Sokszor a szent mise elején, az olvasmányok közben egyszerre csak beindulnak a harangok és a csengők. Visszajöttek. És látjuk, hogy a pap használja a füstölőt azért, hogy tiszteletet mutasson Jézusnak, a feltámadt Jézusnak, mikor visszajött. Mire emlékezünk még nagy szombaton? Arra emlékezünk, hogy a keresztség mennyire fontos része a mi életünknek. Ha vannak olyan felnőttek, akik nincsenek megkeresztelve, vagy akik másik vallásból szeretnének katolikusok lenni, ilyenkor megkeresztelkednek. De mit látunk? Mindenki újra meggyújtja a gyertyáját. Azok is, akik már rég meg voltak keresztelve, és megújítják a keresztségi fogadalmat, elmondják, hogy hisznek az Istenben, és Jézusban, és mindabban, amit a keresztségnél fogadtak. Mire emlékezünk még nagy szombaton? Nagy szombaton arra emlékezünk, hogy Jézus a mi világunknak a királya. Mit látunk a templomban ilyenkor? Hogy megint az átváltoztatás megtörténik. Ez nagy csütörtök óta nem történt, és megáldozunk. Magunkhoz vesszük az oltári szentséget. Mire emlékezünk még nagy szombaton? Hogy Jézus tényleg a mi királyunk. És ezt hirdetni akarjuk. Hirdetni akarjuk a világnak, hogy mindenki tudja, hogy feltámadt, ő a mi királyunk, és akarjuk, hogy mindenki tudja ezt. Mit látunk, ha elmegyünk templomba? Azt látjuk, hogy a szentmise végén, az áldozás után körmenetet tartunk, ahol egy ilyen baldahin alatt beáll a pap, és viszi magával az oltári szentséget ebben a dologban, amit úgy hívnak, hogy monstrancia. A monstranciába beleteszi az oltári szentséget, és a minisztránsok kíséretével mindenki felvonul, és kimegyünk az utcára, ha nem esik az eső, hogy körülöttünk mindenki lássa azt, hogy feltámadt Jézus, és ő a mi királyunk, aki minket szeret, és akit mi is szeretünk. Húsvét vasárnap, mire emlékezünk? Arra emlékezünk, hogy húsvétkor üres volt a sír, mert Jézus feltámadt, valóban feltámadt. Mit látunk ilyenkor a misén? Azt látjuk, hogy a pap az egyik legszebb ünnepi szentmisét bemutatja. Sokan vannak a templomban, és mindenki tele van az örömmel, hogy Jézus feltámadt, valóban feltámadt. Nagyon fontos dolgok következnek.
Ez történik a nagy héten. Reméljük, hogy látunk titeket is a templomban, a szentmiséken, meg a liturgiákon, hogy együtt járjuk végig ezt a fontos hetet, ami Jézusnak az életében, meg a mi életeinkben egy nagyon fontos hét volt.